A nehéz helyzetben élők életminőségének javítása érdekében jött létre a Közösen felelősséggel egymásért című projekt, amelyben az egészségügy és a szociális szakemberek a várossal és civil szervezetekkel működnek együtt azon dolgozva, hogy ez az életminőség javuljon. A Városi Szociális Közalapítvány konferenciáján a szakemberek azon tanácskoztak, hogyan lehet ez az együttműködés még szorosabb. Nagy hangsúlyt kapott az egészségfejlesztés oktatása, már az óvodától felnőtt korig, és másik hangsúlyos dolog volt, hogy a családokat sokkal inkább kell a saját egészségük és jólétük szempontjából mozgósítani, és ezért bizonyos lépéseket szükséges tenni. Így például felvetődött annak a kérdése, hogy azok, akik nagyon rossz körülmények között élő gyerekek, adjunk lehetőséget, adjon a társadalom és ezen belül Kecskemét lehetőséget arra, hogy ők részt vegyenek úgynevezett hetes iskolába, bentlakásos iskolába. Kecskemét szociális ellátása országos tekintetben átlag feletti, de a szociális háló még tovább fejleszthető. Engert Jakabné alpolgármester kiemelte, az egyik legfontosabb üzenet, hogy az önkormányzatnak, az egészségügyi és szociális szolgáltatóknak és civil szervezeteknek minél jobban össze kell fogni, úgy, ahogy tették azt a pandémia idején. Az erőforrásainkat össze kell rakni, és együtt kell ezeket a problémákat megoldani, és ugyanez a kihívás előttünk most a rezsi támogatási rendszer kidolgozásában, és együtt gondolkodunk abban is, hogy minél nagyobb segítséget tudjunk nyújtani. Dr. Pataki Marian előadásában az együttműködés lehetőségeit vizsgálta. A főigazgató főorvos elmondta, az SZI-ben mind a szociális, mind az egészségügyi alapellátás elérhető, viszont növekszik az ellátási igény, és emelkedik az idősek száma. Az előadáson elhangzott, 1990-ben a 65 év felettiek száma 13% volt, mára 20%-ra nőtt. Az öregedési index akkor 64% volt, ma pedig már 139. Szembesülünk azzal, hogy nehezen tudjuk kielégíteni már a házi segítségnyújtás területi ellátás szintjén is az idősek gondozását, és a bentlakásos intézményeknél a várólista fokozatosan emelkedik. A városra is jellemző, hogy nagyon széles a szolgáltatási kör, amit nyújtani tudunk. Nem csak az önkormányzati intézmények, hanem civil szervezetek, egyházi szervezetek is elérhetők, tehát igazából tényleg mindenünk van. A konferencián egészségügyi és szociális szakemberek előadásai különböző oldalról világítottak rá a jelenlegi helyzetre, az aktuális problémákra és azokra a megoldásokra, amelyek a nehéz helyzetben lévők szociális és egészségügyi állapotát javíthatják.